Az áldozatoknak emléket állító tablók január végén érkeztek Nagykanizsára. A Keskeny úton alapítvány vándorkiállításának zárónapján a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartott városi megemlékezésen Dénes Sándor polgármester az emlékezés és emlékeztetés erkölcsi kötelességéről szólt. Hiába elborzasztó szembesülni a bűnösökkel, akkor sem kerülhetünk velük egy oldalra a hazugság felvállalásával. Nem lehetünk társaikká az embertelenségben, még akkor sem, ha a fiatalok és az áldozatok lelke rendülhet is bele. Inkább vállalni kell a fájdalmat, ám az igazság és a szabadság nem csorbulhat. Az az igazság és szabadság, amelyért nemzettársaink meghaltak, tette hozzá a polgármester. Honnan ismerős az ideológiai terrorról? Cseresnyés Péter államtitkára megemlékezésen hangsúlyozta, a kommunizmus több évtizedes valósága szörnyű áron ugyan, de egyfajta immunitást, józanságot alakított ki a magyarokban, amely szerinte napjainkban sem lankadhat. Amit 1953-ban elképzelhetetlennek tartotta a költő, ezért írta meg ironikusan, nevezetesen a hatalom lecseréli a népet, annak veszélye, valósága már itt van. Nyugat-Európa szerte a baloldal csak úgy képes szavazattöbbséget elérni a választásokon, ha a bevándorlókra, a bevándorló gyökerűekre alapoz. Pár év vagy évtized, és arra fele akár demokratikusan ismerjük az idézőjelet, akár előbb idézett NDK-ból is, Német Demokratikus Köztársaságból, parlamenti többséget érhetnek el a például muszlim pártok. A rendezvény vendége Matuska Márton, a délvidéki magyar írtás kutatója volt, aki egyebek mellett arról is beszélt, Nagykanizsa miként volt érintett a délvidéki üldöztetésben. Fegyvereket ráfogtak németekre, akiktől meg akartak szabadulni, és átzavarták őket, hogy ha nem mentek, akkor lelövünk benneteket, itt pedig a magyar határőrök, hát nem tudták, hogy most mit kezdjenek vele, és nem volt nekik erejük ahhoz, hogy szembeszálljanak ezzel egy kis vezénylő tisztecskének az akaratával. Amiből az a tanulság, hogy nem szabad gyönkének lenni. Ez nagyon sok magyar drámában benne van, azt hiszem az István a királyban is van egy ilyen mondat, hogy mit ér az ember, ha büntelen, de gyenge. Erős országot csak úgy lehet építeni, ha a magyarok összefognak, határon innen és túl, mondta Matuska Márton. Az előadást követően kiderült a Nagykanizsai Polgári Egyesület által 11. alkalommal meghirdetett vetélkedő eredménye. Idén 11 csapat indult, Pap János elnök helyettes szerint szoros volt a verseny. A helyezett csapatok oklevelet és könyvutalványt vehettek át.